köszöntöm Önöket az Oxigén Televízió pályaválasztási műsorában. Iden a koronavírus járvány miatt valószínű nem lehet nyílt napot tartani a középiskolákban, pedig minden év novemberében szülők és diákok ezrei kerekednek fel, hogy a továbbtanulás miatt számukra oly fontos 2, 3 vagy 4 intézményt, ha lehet, még jobban megismerjék. Most, hogy ez nem lehetséges, győri szerkesztőségben úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk ebben segíteni. 3 héten át napról napra behívjuk a stúdiónkba valamennyi győri középiskola vezetőjét, hogy ők mesélhessék el, kinek és miért érdemes az iskoláinkat választani. A fókuszban a 8-asok pályaválasztása lesz, de ott, ahol van 6 vagy 8 évfolyamos kisgimnázium, ott természetesen erről is beszélünk. Az idei év 2 legfontosabb időpontja december 4-e és február 19-e, előbbi az írásbeli vizsgákra jelentkezési időpont, utóbbi pedig a hivatalos jelentkezési lapnak a beadási határideje. Mindenki tehát még időben van, és még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, vendégünkkel megmutatjuk, hogy melyik győri iskoláról mikor tudhatnak meg többet itt az Oxigén Televízió műsorán. A 7 órás híradó utáni premiért követően aznap minden órában megismételjük a beszélgetést, tehát 7 óra 20-kor és 7 óra 40-kor is elkezdődik egy-egy interjú, aztán 8 óra 20, 8 óra 40, 9 óra 20, 9 óra 40, 10 óra 20, 10 óra 40, 11 óra 20, 10 óra 40, illetve a hétvégén szombaton és vasárnap is 4 és 8 óra között megismételjük ezt a beszélgetést, de ezek felkerülnek a győrihírek.hu weboldalra, az Oxigén Ügynökség YouTube csatornájára, az Oxigén Ügynökség Facebook oldalára, tehát gyakorlatilag nagyon sok fórumon ezeket meg lehet nézni, illetve hát nyilván az iskolák is, hogyha gondolják, akkor ugye ezt meg tudják osztani a saját közösségi oldalaikon. A műsor vendége Tóth István Konstantin igazgatóra, Tucor Gergely Bencés gimnázium igazgatója. Igazgatóra, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is a lehetőséget. Egy különleges iskola a Tucor Gergely Bencés gimnázium, hiszen ha körülnézünk a győri egyházi iskoláknál, akkor azt látjuk, hogy az Apornak, a Prohászkának, az Evangélikusnak, mindenhol már van általános iskolai képzés, és megy tovább a gimnázium. Tehát azt látjuk, hogy gondolom én, hogy sokan, akik jól érzik magukat, akkor azok ott maradnak és mennek tovább. Ilyen szempontból más a merítési lehetősége a Cucornak, azt tudom, hogy nincsen gond, mert mindig túljelentkezés van, de más a lehetőség, hogy az egyházi iskolákban van egyfajta átmenet már általános iskolából, önöknél viszont nincsen. Igen, viszont hát 6 éves képzés már 94 óta indítunk a 4 évfolyamos gimnázium mellett, és mint felvevő iskola nagy az érdeklődés, mert pontosan sokszor van egy ilyen is a szülőkbe vagy a diákokba, hogy egy helyen eltöltenek egy hosszabb időt, még annak ellenére is, hogy jól érzik ott magukat, akkor szívesen váltanak, vagy új környezetbe szeretnének kerülni, és azt hiszem, hogy most végül is mi ennek az előnyét érzékeljük, hogy a győri iskolákban nagyon sokan jelentkeznek hozzánk. Az körülbelül 80% az a beiskolázásunknak az a győri jelentkezőkből tevődik össze. Számít egyébként, hogy valaki egyházi iskolába jön-e vagy nem? Hát egyházi iskolákból is jelentkeznek, de manapság azt lehet mondani, hogy Győrnek a szinte minden jelentős általános iskolájából azt lehet mondani, hogy inkább így tömegével jelentkeznek hozzánk. De aki egyházi iskolából jön, ott legfeljebb annyi vagy, akkor az már nyilván egy ismerősebb környezetbe kerül, vagy jobban tudja, hogy milyen elvárásokkal vagy munkarenddel dolgozik egy egyházi iskola, tehát például egyházi ünnepeket megtartunk, vagy vannak közös tanévnyitó szentmisék, vagy tanévzáró, tehát bizonyos templomi alkalmak is. Hát nyilván többiek meg valami fajta elvárással vannak ez iránt, de lényegében nem teszünk különbséget a között, hogy ki onnan jelentkezik. Most ugye valószínűleg nem lesznek nyílt napok. Én barátaimmal beszélgettem olyanokkal is, akiknek a bencésekhez jár a gyereke, meg olyanokkal is, akik megfontolták, de mindenki azt mondta, hogy hát igazából a bencésről nem kell mit mondani, ők a bencések, hát nekik olyan hírük van és olyan múltjuk van, hogy ők a bencések. Azt látom, hogy ez Győrben egy nagyon egyértelmű dolog. Hát nyilván ez is számít, de mindig azt mondom a tanároknak is, hogy a múltból nem lehet megélni, tehát azért az elvárásnak meg is kell felelni, tehát az, hogy most önmagában milyen régi egy iskola, meg milyen híre van, az nem elég, hanem nekünk hát ahhoz a elváráshoz meg is kell felelni, hogy tényleg akkor miben vagyunk mi jobbak, vagy különlegesebbek, ami miatt minket választanak. Tehát ez sokféle lehet. Tehát egy iskolát nem csak a tanulmányok miatt választanak, mondjuk a diákok vagy a szülők, hanem én úgy látom, egyre inkább a választás vagy a jelentkezést az erősíti, hogy ismerőseik vannak a volt iskolatársaik között, tehát a szülők inkább a diákoktól meg a környezetből így informálódnak. Tehát én azt gondolom, hogy nyílt napnál is az szokott lenni, én arra törekedtem eddig is, hogy nagyon sok tanár megszólaljon, meg
30-40 önkéntes diák beszokott jönni, aki a szülőkkel beszélgetnek, meg kísérgetik őket. Tehát annak sokkal nagyobb hatása van, mint az igazgató elmondja a reklám szövegét az iskoláról, hogy miért érdemes hozzánk jönni. Tehát az, hogyha megkérdezik a gyerekeket, hogy ez tényleg így van-e, az én úgy gondolom mindig hatásosabb. A másik, amit mondani szoktak, hogy az egy dolog, hogy mindenhol kap mindenki érettségit, az egy dolog, hogy mindenki tovább tud tanulni, vagy nagyon sokan tovább tudnak tanulni, de van egyfajta olyan filozófia, és van egy olyan fajta szemlélet, amit megtanul a gyerek, amit úgy tanul meg, hogy lehet, hogy észre se veszi, hogy azt megtanulja, csak ráragad. Ez lehet talán még az, ami megkülönböztet esetleg más iskoláktól a Bencés gimnáziumot? Hát én szerintem minden iskolának van azért egy ilyen összetartó ereje, meg a családi hagyományok is belejátszanak. Tehát azt gondolom, hogy minden győri nevesebb iskolának is büszkék arra, hogy már a apukája oda járt, vagy az anyukája ugyanabba az iskolába. Hát ennek is van hatása, de hát persze mi a magunkét ismerjük, tehát egy ilyen bencés diák közösség az mindig büszke magára, és aztán fél évente szokott is lenni ilyen egyetemista találkozó Budapesten, ahol a nálunk végzettek olyan 100-150-en össze szoktak jönni egy-egy ilyen találkozóra. Tehát ez egy ilyen alulról induló kezdeményezés, aztán egy-két tanárral újabban föl szoktunk erre menni. Tehát biztos, hogy van benne ilyen, hogy tudják, na, te is ide jártál, én is ide jártam, ebben van egy ilyen egymás segítő lehetőség, illetve a bencés diákoknak a közösség az úgy gondolom elég erős. Akkor, amikor én utoljára jártam a Bencés gimnáziumba, akkor egy átadás volt, és a Lloyd épületéből gyakorlatilag megkapták, és termeket alakítottak ki. Hát leesett az állam, hogy milyen modern lehetőségek vannak. Sok más iskolához képest ez mennyire számít egyébként a szülőknél, amikor a gyerekükkel beszélnek, hogy akkor mi a fontossági sorrend, hogy nagyon sok apró modern lehetőség közül lehet választani, és a tanároknak jók a lehetőségei. Biztos ez is számít, meg tényleg törekszünk is arra, hogy azért rendezett legyen az épület, meg tiszta legyen, tehát én azt gondolom, ez is egy fontos szempont, meg nevelő hatása van, és én azt is tapasztaltam, hogyha egy ilyen szép környezetben vannak, arra jobban is vigyáznak a diákok, tehát sokkal kevesebb az olyan, hogy valamilyen rongálás, vagy firkálás, vagy egyéb más lenne, tehát meg is becsülik ezt a környezetet. Hát nyilván ez egy jó lehetőség volt nekünk, hogy nem is álmodott volna az ember erről könnyen, hogy a Lloyd épületét megkapjuk, és hát ez lehetőséget adott arra, hogy a 6 éves képzésbe is 2 osztályt indítsunk, ami korábban csak egy volt, mert végülis így egy kicsit több a lehetőségünk, mert az igény meg nagy volt rá, tehát igazában ugye 150-160 jelentkezőből 1 osztályt kiválasztani, az elég nehéz lenne. Tehát így most egy jobb helyzetben vagyunk. Hát ezzel viszont megnőtt az iskola létszáma is, tehát több tanára van szükség, de hát eddig úgy látom, hogy jól sikerült ez az átállás. Mi az, ami leginkább számít most? Mi a korábbi tapasztalata? A felvételi pontszám, a hozott pontszám, az, hogy az esetleg a beszélgetésnél milyen benyomást tesz a diák. Mi az, amire leginkább készülni kell valakinek? Legdöntőbb a felvételi az írásbeli, a központ írásbeli. Aztán a hozott pontokat azt számítjuk egy olyan 16-17%-kal, meg a szóbeli felvétel is körülbelül ilyen arányú, de a szóbelit is igyekeztünk bizonyos szempontból objektívvé tenni, tehát ne a szubjektív benyomások döntsenek, tehát úgymond nem a beszélgetés számít, hanem mivel egyháziskolaként van néhány hittankérdés, ami hát valójában azoknak kedvez, akik ilyen háttérrel jönnek hozzánk, de lényegében aki jól megírja a felvételit, meg a jók a jegyei, az enélkül, a szóbeli nélkül is be tud kerülni, tehát igazából az már nem olyan döntés. A szóbelinek egy másik része meg szövegértés, tehát ahhoz van pár kérdés. Tehát a korábbi évekhez től eltérően igyekeztünk ezt valami módon olyanná tenni, hogy felmutatható legyen, hogy ki mit teljesített, tehát ne azon múljon, hogy most éppen kihez került valaki, vagy a szubjektív benyomásai döntsenek. Ugye a Cucor gimnázium egy erős gimnázium, azt lehet mondani, tehát viszonylag mindenhova sokan jelentkeznek. Mi a tapasztalata? Kell külön tanárhoz járni a diákoknak, hogy a felvételt jól megírják, vagy a legtöbbeknek elég, hogyha amit általános iskolába kapnak, azt hozzák magukkal? Hát ugye ez a felvételre való felkészülés, ez most már egy külön ilyen iparággá vált, hogy rossz kifejezést használjak erre, mert például a 6 éves felvételi az nem illeszkedik a tanulmányokhoz. Tehát aki
talán először találkozik a vizsgán ezekkel a kérdésekkel, akkor nem biztos, hogy könnyen megoldja. Tehát ezért ki is alakult az, hogy azért ott a korábbi éveknek a feladatsorai azok elérhetőek a oktatási hivatal honlapján. Tehát azt azért abból szoktak készülni, hogy ne. Most a nyolcadikos felvétel is olyan, hogy hát azért nyilván a készület sokat számít. Tehát én azt gondolom, hogy ezt, akik jelentkeznek, ezt vállalják, és ezt a készületet én ezt így vettem észre. Tehát nehéz azt úgy megírni, hogy először találkozik az ember ilyen típusú kérdéssorral. Tehát ezekkel a kompetencia alapú mérés az olyan, hogy azért hozzá kell szokni annak a kérdezés módjához, ami nem esik egybe feltétlenül egy általános iskolának a számonkérési módjával. Meg hát ugye a csalódás az szokott lenni, főleg a hatodikosoknál, hogy hát itt ilyen 50%, 60%-os eredmény sokszor már jónak számít a írásban, és egy kitűnő tanuló gyereknek az, aki 80-90%-ot szokott egyébként teljesíteni, az elsőre egy nehéz megmérettetésnek tűnik, de hát mindig az átlagot kell nézni, tehát az átlag általában az, hogy a 6 éveseknél egy olyan 50-60% közötti eredmény az már jónak számít. És akkor azzal be is lehet kerülni gyakorlatilag? Hát, ha jók a jegyei, akkor igen. Mi az iskolának az erőssége, hogyha más gimnáziumok a szülők összehasonlítják? Tehát, hogyha elkezdenek azon gondolkodni, hogy mondjuk Révai vagy Bencés, vagy Kazinci vagy Bencés, akkor mit szokott mondani, hogy milyen típusú gyerekeknek ajánlja inkább az önök gimnáziumát? Hát ez egy nehéz kérdés, mert nyilván most más iskolákkal összehasonlítva, én nem mondanám, hogy egyik jobb, vagy a másik rosszabb, vagy mi vagyunk a jobbak, ezt semmiképpen nem állítanám. Hát nyilván van egy környezet, tehát azért hozzánk úgy becsülöm, hogy az körülbelül 30-40% a diákoknak azért jelentkezik, mert egyházi iskola. Tehát igazából mondjuk a Révait legfeljebb másodiknak írja be, nem azért a Révai rossz, de nem azt, hogy ő ide szeretne jönni, mert ő egyházi iskolát keres. Na, van egy réteg, aki mondjuk elvárással van az, hogy ő egyházi iskolába szeretne kerülni, és aztán van az a réteg is, aki meg fordítva van, hogy a Révaiba szeretne menni, vagy a Kazinciba szeretne menni, de hát ha már gimnázium, akkor még jó lesz a Bencés is. Tehát van ez a réteg is, hát akiktől szintén nem zárkózunk mi el, csak az, hogy emiatt a jelentkezők száma azért erősen megnövekszik, mert én úgy látom, hogy Győrbe kialakult az, hogy ez a 3-4 gimnázium között tehát mindegyikbe beadják a jelentkezésüket a legtöbb diák, és akkor hát hogy hova sikerül, és akkor a sorrendet ő állapítja meg, hogy melyiket fogadja el. Tehát nyilván, hogyha aki jó képes, az mindegyik iskolába bekerül. Akik szakközépiskolába vagy szakgimnáziumba mennek, ugye könnyű dolgok van, hiszen már van egy életpálya előttük. Azok, akik a hagyományos gimnáziumba mennek, nekik ugye majd egyetemen, főiskolán kell igazán pályát választani. Van valamiféle tendencia, hogy jellemzően mondjuk milyen területre mennek tovább azok, akik önöknél tanulnak, és Egyébként hamarabb is kell választani, mert ugye a tizedikben van a emelt szintű képzés indul, sőt most az új, most kezdőknek már ez az új nagyszerinti emelt szintű képzés lesz, ahol a természettudományokat lényegében csak azoknak lesz kötelező tanulni, akik ezt választják. Na most ugye nálunk eddig sokan választották a biológia, kémiát, a elsősorban orvosi vagy egészségügyi pályázók, de rengetegen a műszaki felsőoktatásba is próbálnak elhelyezkedni, meg hát azért a bölcsészettudományok, jog, sőt újabban, hál' Istennek, a tanárképzés irányába is megnőtt az érdeklődés. Tehát elég sokrétű, mi sok választási lehetőséget adunk, tehát hogy a tizedik után éppen a felvételi tájékoztatónkban le van írva részletesen, hogy 16 féle választás van a diákok részére, hogy mit szeretne nagyobb óraszámba tanulni. És itt nincsen limit, tehát hogyha valaki ezt választja, akkor oda megy. Igen. És ha valamit meg gyakorlatilag abban az évben kimarad, akkor semmi gond. Igen, tehát gyakorlatilag 11-12. Évfolyam szintű oktatást végzünk, tehát lényegében akkor lehet választani matematikát, magyar, történelmet, biológiát, kémiát, fizikát, informatikát, és akkor aki ezeket választja, azokból alkotunk csoportot. Mekkora az önök merítési lehetősége? Ugye nyilván gimnáziumnál a kollégium szóba szokott kerülni, tehát jönnek már Győrtől 50-60-70 kilométeres gyerekek, mert azt mondják, igen, én a Bencéseknél akarok tanulni? Az körülbelül úgy néz ki, hogy az iskola létszámának egy olyan 15% a kollégista, ugye 50-valahány fiú, meg 50-valahány lány kollégista van, aki hozzánk jár, de való igaz, hogy ezeknek is a többsége inkább a Győr-Moson-Sopron megyei, meg hát a fiúknál még azért van jó pár olyan gyerek, aki mondjuk azért jelentkezett ide, mert az apukája ide járt, és akkor az országnak valami messzebb vidékéről is járnak ide.
de jellemzően azért a kollégium is inkább egy ilyen kényelmi szempontot jelent, hogy mondjuk Csornáról vagy Óváról nem akar minden nap buszozni vagy vonatozni a Győrbe. Nem lesznek most ugye valószínűleg nyílt napok, ezt hogyan oldják meg, hogyan próbálnak ellen megoldást találni? Lehet egyáltalán ideális megoldást találni erre a mostani helyzetre? Hát ideálisat nem lehet, mert a személyes találkozást azt azért nehéz pótolni, főleg ilyen esetben, mert egy iskolánál sokat számít a személyes benyomás, hogy diákokkal találkozunk, tanárokkal találkozunk, akkor másokkal lehet beszélgetni. Hát most a saját diákjainknak van egy ilyen lelkes csoportja, egy kis rövid filmet fognak készíteni, és ezt szeretnénk majd publikálni a saját csatornáinkon. Ugye tavaly is készítettek önkéntesen ilyen rövidebbet, de hát most egy ilyen kicsit olyan hosszabbat, meg hát megszólalást is biztosítanánk ott néhány embernek. Tehát a nyílt napot én mindenképp úgy szoktam szervezni, hogy csak moderátor vagyok, tehát több embert bevonok ebbe tanárok közül is, meg még a diák önkormányzat is szokott beszélni, meg akkor a gyerekek ott vannak a szülők között már vendégfogadóként. Na most hát ez ugye elmarad, és hát szerintem ez ami az egyik a legvonzóbb volt a nyílt napokban nálunk. Tóth István Konstantin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mindenképpen keressék fel az iskolának a honlapját, ott, ahol van közösségi oldal, keressék fel a közösségi oldalát, és ami a legfontosabb a mostani beszélgetésben is elhangzott, hogy beszélgessenek olyan gyerekekkel, akik oda járnak, és azt gondolom, hogy ha itt tesznek, akkor a bencéseket biztos sokan fogják választani. Én köszönöm már a figyelmüket, a viszontlátásra.